Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A hétvégén negyedik alkalommal rendezik meg a Sitkó Ernő emléktornát. 8 U14-es csapat részvételével ismét megrendezték a Sallai József emléktornát. A Magyar Úszószövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. A Magyar Diásportér díjjal tüntették ki Kovács Tibor, a nyíregyházi Rúri Gyula gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőjét. A hétvégén negyedik alkalommal rendezik meg a Sitkó Ernő emléktornát. A házigazda Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mellett 3 átcsoportos csapat lép pályára a Continental Arénában. Már első évben 2020-ban szerettük volna megrendezni ezt az emléktornát. Sajnálatos esemény Ernő halála, és utána ugye egyből a Covid következett, és még abban az évben nem tudtuk megszervezni, viszont azóta immáron negyedjére próbálunk tisztelegni egy nagyon komoly sportember játékos pályafutása és szakmai pályafutása után. Most is olyan csapatok fogadták el a meghívást, mint minden évben, ahol Ernő ugye pályára lépett. Így érkezik a Deac, a Honvéd, illetve a Paks gárdája, tehát gondolom sem kell, ezek mind top csapatok, élcsapatok, első osztályú csapatok, úgyhogy nagyon komoly szintfelmérő is a szakmai részt tekintve, viszont ahogy mondtad és említetted, Ernő előtt egy tisztelgés is. Mi lett az elvárás ezeken a meccseken? Ugye felkészülési időszakban van minden csapat, ilyenkor szokták azt mondani, hogy nem az eredmény az elsődleges, hanem a fejlődés és a mutatott játék. Nekünk, mint másodosztályú csapatnak és az élmezőnybe váró csapatnak, én azt gondolom, hogy nem a torna megnyerése az elsődleges célunk. Ugye nálunk egy légiós szerepelhet, ezekben a csapatokban 4-5 légiós fog játszani már most a felkészülési időszakban. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó mérkőzés, amit tudunk játszani velük. Hogyha ez jó eredmény és párosul, annak természetesen örülök, de azért még ez nem a kielezett egy-két nappal, vagy egy-két héttel a bajnokság kezdete előtti torna. Tehát itt még mindenki azért a felkészülés kellős közepén van. Bízom benne ettől függetlenül, hogy egy szakmailag és minőségében is extra rendezvényt tudunk itt tartani. Ezek a csapatok erre garanciát vállaltak, úgyhogy bízom benne, hogy minél több szurkoló el fog látogatni a mérkőzésekre. Most már egy ideje együtt készül a csapat, megérkezett az amerikai légiós, mint a legrutinosabb játékos, mennyire vagy elégedett az eddig történtekkel? Igen, most már teljes kerettel, most már nincsen egy hiányzónk se, teljes kerettel tudunk készülni. Volt már edzőmeccsünk is. Igazából pozitívan csalódtam abszolút a társaságból, mert attól ahhoz képest, hogy egy nagyon fiatal társaságról van szó, akik viszonylag rövid ideje készülnek együtt. Nagyon jól tudtunk muzsikálni már az első mérkőzésen a Deac első osztályú csapata ellen. Igazából nagyon jól kezdtük a meccset, jó energiákkal, nyilván utána a meccs végére kialakult az osztályrendbeli különbség, ami úgy meccs előtt is elvárható volt, de abszolút büszke voltam a fiúkra, és tényleg meglepően jól működött az, amiket edzéseken gyakoroltunk, és úgy nézem, hogy az amerikai légiósunk is kezdi felvenni a ritmust, és érteni, hogy mit szeretnénk játszani. Mennyire kezdesz beleszokni a vezérszerepbe? Új volt a szerep, de már azért úgy tavaly évközben is azért már nagyobb szerepem jutott a csapatba, és attól, hogy nem én voltam a legidősebb játékos, attól már nagyon komolyabb perceket kaptam a pályán, és kezdtem érezni a bizalmat az edző felől, és nyilván ez most egy másik szintre lépett ebbe az évbe, de tetszik eddig, és igyekszem helytállni és a lehető legjobb tudásommal segíteni a csapatot. A hétvégén rendezik a Sitkó Ernő emléktornát, 3 átcsoportos csapat lesz az ellenfél, a Honvéddal kezdtek, és még egy meccset biztos játszottak a Paks-Debrecen párharc vesztesével vagy győztesével. Milyen mérkőzésekre számítasz, de leginkább mit vársz a csapattól és magadtól? Természetesen ez egy nagyon nívós torna lesz, mint minden évben. Ezzel is tisztelegve Sitkó Ernő előtt. Nehéz elvárásokat állítani a csapat elé, így hogy csak első osztályú csapatok lesznek, de természetesen addig már megint eltelik idő, újra vagy tovább szoklik a csapat együtt, tovább dolgozunk azokon, amiket gyakoroltunk, úgyhogy építkezünk egyre feljebb, és igazából ki tudja, bármi lehet a Honvéd ellen. Természetesen szeretnénk minél jobban helytállni, nyilván a döntőbe szeretnénk jutni a tornán, úgyhogy ez a célunk abszolút a csapatnak, de fiatal csapatról van szó, úgyhogy örülünk mindennek. Ismét megrendezték a Sallai József emléktornát. A 2 nyíregyházi csapat mellett 2 külföldi együttes és 4 U14-es akadémiai csapat lépett pályára.
Tavaly egy szlovák csapat volt itt, most pedig Ungváról, Ukrajnából van egy csapat, aki véleményem szerint sokkal nagyobb és sokkal jobb játékerőt képvisel. Most is itt van két nemzeti kosárlabda akadémia, két MKOSZ által akkreditált akadémiai csapat, két külföldi csapat, Nagyváradról és, ahogy mondtam, Ungváról, és a két nyíregyházi a sportcentrum és az NKK. Negyedik helyen végzett a rendező NKK ötvös, mennyire vagy elégedett az eredménye, de mi inkább az eredmény kérdem a srácok teljesítményével. Mindenképpen elégedett kell, hogy legyek, mert ez egy eddigi legjobb helyezésünk ebben az erős mezőnyben. A mi csapatunk általában sajnos eddig a mezőny hátsó felébe tartózkodott, most meg legjobb négy közé jutottunk. Azért vagyok elégedett, mert meg tudtunk verni egy akadémiai csapatot, a Szolnok csapatát az első mérkőzésen 10 ponttal, ami azért is fontos, mert a következő héten a bajnoki előselejtezőben pont velük kerültük egy csoportba, és ez egy jó erőfelmérő volt, látjuk, hogy hol tartunk. Ilyenkor a vezetőkedzők között mindig van egy kis tapasztalatcsere, jövőre egy pici jubileumhoz érkezik a torna, hiszen az ötödik lesz, lehet azt mondani, hogy már beépült az itthoni és itt a régiós külföldi kosárköztudatba is? Teljes mértékben, akik eddig itt voltak, azok már júniusban kérdezik, hogy lesz-e sallai kupa, hát természetesen lesz. A torna egyébként az MKOSZ, az Országos Sportági Szakszövetség versenynaptárában is szerepel és kiemelten támogatott. A rendező NKK ötvös csapat a negyedik helyen végzett a negyedik Sallai József emléktornán. Milyen célra vágtatok neki a tornának, és mennyire vagy elégedett a szerepléssel? A célunk az az volt, hogy a selejtező előtt, illetve az előselejtezőt, amit majd szeptember 7-én, 8-án fogunk vívni, játszunk erős ellenfelek ellen felkészülési mérkőzéseket. Ugye a csoportban legelőször a Szolnokkal játszottunk, rendre ki szoktunk kapni a Szolnoki Akadémia csapataitól. Most viszont sikerült szoros mérkőzésen 11 pontos győzelmet szereznünk. Második mérkőzésen a nagyon jó erőből a döntőn mérkőzést is játszó Nagyváraddal játszottunk, kikaptunk 40 ponttal, és a harmadik nap már mondhatom azt, hogy teljesen elcsigázva és kifacsarva a debreceni kiemelt kosárlabda akadémia csapatával játszottunk, ahol szintén egy 40-50 pontos vereséget szenvedtünk. Összegészében a tornában az eredmények ellenére is, illetve a nagyarányú vereségek ellenére is elégedett vagyok. Léptünk előre önmagunkhoz képest, ami látszik, hogy azon játékosok, akik csak 2-3 edzésre fognak járni, ilyen szintű ellenfelek ellen nem fognak tudni labdába rúgni. Viszont csapatunkban van 3-4 olyan tehetséges, ügyes srác, akiket akár a későbbiekben a sokkal magasabb szinten is fogunk tudni majd akár látni. Egy picit karcsos a hangod, gyakran kellett felemelni? Volt pillanat, igen, amikor föl kellett, illetve ahogy a játékosoknak vissza kell szokni az edzés munkába, illetve a mérkőzésekbe, a játékvezetőknek ugye vissza kell szokni a mérkőzés vezetésébe, nekünk edzőknek úgymond a meccselésbe kell vissza szokni, és hát az én hangom a első két meccsen még működőképes volt, ma viszont már cserben hagyott. Ki kell lelétek pályára az előselejtezőn? Előselejtezőben a Szolnoki Kosárlabda Akadémia csapatával fogunk játszani, akikkel most is találkoztunk. Ellenfelünk lesz a PVSK csapata, valamint a Békés Csaba. Hová lehet tovább jutni innen? Az előselejtezőt megnyerjük, tehát egyedüli csoportként mindig csak a csoport első fog. A selejtező körbe fogunk jutni, ott már sokkal erősebb ellenfelekkel fogunk találkozni. Ha netalántán nem sikerül az előselejtezőből tovább jutni, akkor sincsen semmi vesztve, hisz a régiós bajnokságból, illetve a régiónak ezen részében lévő legjobb 5 kiemelt csapat küzdelem sorozatából még januárban be lehet jutni a 32-es főtáblára. És gondolom ez a cél. Egyértelmű, mindenféleképpen szeretnénk a 32-es főtáblára jutni, hisz az országban valóban a 32 legjobb csapat játszik, és a játékosainknak, főleg azoknak, akik hosszú távon szeretnének kosárlabdázni és kosárlabdázókká válni, ilyen hőfokú és ilyen erősségű mérkőzésekre van szükség a fejlődésükhöz. Eddig az U14-es csapatról beszéltünk, te vagy az U16-os együttes edzője is. Náluk mi a cél? U16-ba is szeretnénk feljutni a főtáblára. Nem lesz egyszerű. 2 évvel ezelőtt serdülő korosztályban sikerült, azóta 3 játékos már nincs a csapatunkban, és rendkívül fiatalok leszünk, kevés 2009-esünk lesz, viszont a 2010-es korosztályunk egy kiemelten tehetséges korosztály. Tavaly az országos serdülő bajnokságban a 20. helyre, tehát a 32-es főtáblán belül is mondhatom azt, hogy viszonylag előrébb sikerült nekik végezni, és kíváncsi leszek arra, hogy ők egy évvel fiatalabbként mire lesznek képesek majd a 2009-esek között. Negyedik alkalommal rendezték Nyíregyházán Sallai József emléktornát. Milyen üzenete van annak, hogy egy kiváló edző emlékét így ápolják?
Sallai József tényleg kiváló edző volt, nagyon sok, az utánpótlást vezette, és nagyon sok NB1-es játékos, jó játékos került ki a keze alól, és az, hogy Nyíregyháza ad helyszínt ennek a nemzetközi utánpótlás kosárlabda kupának, az egy rangot ad, hiszen itt Nyíregyházán a csapatsportok, köztük a kosárlabda is, nagyon magas helyen van. És én még azt is kiemelném, hogy mivel nemzetközi torna van, két nemzetközi, két külföldi csapat is itt van, két kiemelt hazai akadémiai csapat is itt van, többi regisztrált akadémiai csapatok is itt vannak. Ez egy nagyon komoly torna, hogy láttam a mérkőzésen is, az edzők is, a játékosok is komolyan veszik, és én azt fogalmazom meg, hogy jó, hogyha mozognak a fiatalok, jó, hogyha a csapatsportok irányába mozdulnak el, és ez az utánpótlás jelentheti majd a felnőtt csapatoknak azt, hogy Nyíregyházának minél több első ligás NB1-es csapata legyen, így a kosárlabdában is. A következő percekben picit visszatekintünk a nyára. A Magyar Úszó Szövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. Erről augusztus elején számoltunk be. A 2024-es évben Szűcs Csaba kapta a Magyar Úszó Szövetség centenáriumi díját, amelyből évente egyet adnak át edzőnek. Ez valamilyen szinten egy életműdíj, úgyhogy egy picit tekintsünk vissza arra több évtizedes pályafutásra, amivel ezt kiérdemelted. Kezdjük a legelején, mikor jegyezted el magad a vízzel, az úszodával. Én földrajz testnevelés szakos főiskolai hallgató voltam, és ott a második évfolyamon a Dallos Sándor, aki megindította ezt az egész Szabos megyei úszást, illetve főleg a Nyíregyházit, egy néhányunkat, akiről talán egy kicsit jobban úsztunk a hőskorba, mint az átlag, velünk gondolta, hogy foglalkozzunk gyerekekkel, odahívott a medence partjára, sokan voltunk, vagy 80-10, és lassan mindenki lekopott, és szinte egyedül maradtam abból a társaságban. Én hivatalosan 1975. október 1-től vagyok az akkori városi sportiskolának a szerződésében. Milyen presztízse volt akkoriban az úszásnak, 75-öt mondtál, ugye ez az az időszak, amikor mondjuk Gyarmati Andrea már visszavonult, de volt egy Hargitay András, Verdasztó Zoltán, vagy Sós Csaba mostani szövetségi kapitány, akik Európa-bajnoki, világbajnoki aranyakat nyertek. A presztízse óriási volt az úszósportnak, akkor is, azelőtt is, és most is, és remélem később is az lesz, hiszen össze lehet kapcsolni azzal, hogy amikor ide, abba az időbe, 76-ban nyílt ez az iskola, ahol most vagyunk, akkor A, B, C, D, E, F, G, H osztályok voltak. Mindenki ide akart jönni, mert úszni meg tudott tanulni. Tehát mindenki gondolta arra, hogy egy jó befektetés a gyereknek, hogyha egy kicsikét testileg, pszichailag fogékonyabb lesz valamilyen sportra később, egy nagyon jó alapsportág, és utána tovább tudnak lépni bármilyen labdajátékhoz. Most mondhatnánk a Harsányi Gergőtől kezdve a tollas labdázó Harsági Andrea, a Medve Robert kézilabdás, tehát rengeteg úszóként kezdték, és utána mindenki tudott más sportágba kerülni. Tehát gyakorlatilag ahol a vízpartján lehetett gyerekeknek, ugye főleg úszodába táborokat, illetve edzéseket tartani, az mindig teltházak voltak. De az is igaz, hogy abban az időben még nem volt ennyi medence, mint mostanában. Hiszen most már minden városnak szinte lassan van egy-egy kis 25 méteres, meg egy kis tanmedencéje is van mellette. Akkoriban még csak a Sóstó volt, meg ez a medence. Emlékszel valakinek a nevére az első csoportodból? 49 éve volt. Hogyne. Kovács Rita, Szokor Diana, az Ormos Gabriella, Ormos Editnek a húga, Hajnal Lajos, Nagy Gábor, Bertli Marion, hogyne. Ezekből mind korosztályosan voltak, vagy bajnokok, vagy első háromban benne voltak a korosztályában, hogyne. Gyerek voltam akkor, a Kelet-Magyarország utolsó oldalán volt a sportoldal, és emlékszem, hogy néztem mindig az eredményeket, és ezekkel a nevekkel lehetett találkozni. Mikor kezdtek el jönni az eredményei a tanítványaidnak? Úgy emlékszem, hogy 78-ban a Kovács Rita már a 77-ben, 78-ban, most ezt már én sem tudom, azért nem most volt, de talán 78-ban megverte Dargyi Tamásnak a húgát 800 gyorsan, Dargyi Tündét, az egy évvel idősebbek között. És akkor már az országos bajnok lett ez a kislány, akit később Kovács Ritaként világhírűvé apostrofálta a tudománya. Az említettek mellett kik voltak azok a versenyzők, akik a legtöbbre vitték a tanítványait közül? Később ugye mindig bővült a sor, hiszen alulról jöttek föl gyerekek, jött a Csabai Judit, aki felnőtt Európa-bajnokságon harmadik volt. Eleve volt három,
négy olyan ifjúsági Európa bajnokságra jutott ki, négy versenyzőm, akik az ifjúsági EB-ken ebből háromszor érmesek voltak, mind 800 gyorsan. Akkor ott volt a Szokoldi, a Kovács Rita, Csabai Judit, később a Weiss Kitty, a Barta Kristóf, a Kukucska Boldizsár. Tehát azért nagyon-nagyon sokan, szinte felsorolhatatlan ez, hogy ennyi idő alatt én most visszaemlékezzek, úgyhogy elnézést azoktól, akik meg nem jutnak hirtelen nem eszembe. Egyetlen egy gyerek volt, aki nem kiskorába kezdte. Később szeretett volna betakozódni az úszósportba, Molnár Jánosnak hívják, egy tehetségkutatón bukkant föl, ide járt pedig ebbe az iskolába, de nem volt úszóosztályos, és megnyert az aranyüstöt. És onnantól kezdve ott maradt a társaságba, mert mindig egy jó közösségi, összetartó kis társaság volt az úszócsapat. Az úszás egy munkás sport, ráadásul hajnali kelésekkel, edzésekkel. Miből van többre szüksége egy versenyzőnek? Tehetségből, vagy szorgalomból, vagy a kettő nem működik egymás nélkül? Hát ez a kettő nem működik egymás nélkül, mert lehet egy kicsit, aki nem olyan tehetséges, de óriási szorgalma van. Van, aki tehetséges, mostani olimpikonok közül is tudnánk ilyet mondani, de esetleg nem vesz olyan komolyan az edzéseket. Tehát ez mindig is megvolt, de szerintem ez minden egyes sportágban benne van. Az tény, hogy az úszás, ez egy nagyon munkaidőnyes, munkaigényes, hiszen reggeli edzés van, délután kondicionáló edzés, utána másik két és fél óra edzés. Tehát ez egy munkaigényes, monoton, ezt akik jól elviselik, azok, és oda teszik magukat, azok mindenkik jól szerepeltek később. És milyen tulajdonságokra van szüksége egy jó edzőnek, hiszen rengeteg gyerekkel kell foglalkozni, türelem, gyerekszeretet, monotónia, türés. Mi ezek közül, ami kell ahhoz, hogy valaki jó edző legyen? Szerintem az edzőnek is kell a monotónia, türés, hiszen egyedül sétál a medenceparton lemeg föl, és nem tudom hányszor mondja meg, hogy emeld meg a kezed, nyújtsd ki a kezed, fejezd be a tolást, hiszen azok a kúszavak, amik állandóan edzésre visszatérő a feladata a versenyzőnek. Ugyanúgy észre kell venni, hogy ki az, aki tehetséges, ki az, aki csak az egészségéért úszik. Tehát vannak ezek, amikor negyedikből ötödikben megy a gyerek, az is egy választó, akkor utána, amikor nyolcadikat befejezés gimnáziumba megy, amikor tovább akar tanulni a gimnázium után. Tehát ezeket a lépcsőkön figyelni kell, hogy ki az, akiből lehet, kinek milyen a vízfekvése, a falsúlya, az áramlása, tehát ki, akinek a monotónia tűrését, arról meg nem, kinesztetikai érzése, hogyha milyen a vízzel való affinitása, hogyan reagál. Ugye itt egy közegben úszik a gyerek, tehát be van zárva, nem tud odaszólni a másiknak, nem tud a másik odaszólni. Mi is csak bizonyos jeleket tudunk szólni, inteni, tudjuk, hogy mikor kell, mikor vesz oda levegőt az a versenyző. Tehát egy kicsikét bonyolult, de azért a 40 év alatt megtanulja az ember. Nem csak a versenyzők vándorolnak, néha igazolnak máshová, hanem az edzők is. Neked az életedben volt olyan periódus, amikor esetleg felmerült, hogy elhagyod Nyíregyházát? Én bennem soha nem merült föl. Szécsi Tamás nagyon hívott a 87-es EB után. Volt külföldi ajánlat is, én nem akartam elmenni soha. Nem. Én itt nagyon jól éreztem magam. Pesten olyan, nekem egy kis vidéki fiú itt felmegy Pestre, nem éreztem volna jól magam. Nem voltak jó körülmények, azt nem mondom, hiszen hogy a sátros úszoda csepegett a víz, reggel mi kapcsoltuk be a ventilátort, nem láttunk, nemhogy hosszába, még keresztbe se láttunk át a medencén, olyan párás volt. A konditerem olyan hideg volt, hogy nem lehetett megfogni a súlyzókat, a tárcsákat, de mégis azért abban az időben nagyon szép eredményeket szedtünk elő. Az eredmények és a sikerek mellett mi az, amit kaptál ez alatt a most már majd 50 év alatt az úszástól? Hát azt a rengeteg szeretetet a gyerekektől azért az úgy ott van, hiszen most ezért a kitüntetésért is közel 1000 ember írt nekem, hogy gratulálod Csaba bácsi, köszönjük, hogy tanítványod voltunk, örülünk nagyon. Tehát azért ez egy megfizethetetlen dolog. Ez nem az anyagiakat kell nézni, hogyha azt látod, hogy szeretnek, jól érzed magad azon a közegbe, akkor az mind másodlagos az anyagiak, hogy valamelyik városba többet ígérnének, vagy kevesebbet. Én bennem nem merült fel soha. Van-e valamilyen közöd most az úszáshoz, most már nyugdíjasként, és hogyan telnek a napjaid? A Tamással, Urbinnal tartom a kapcsolatot, tudom, mikor mennek versenyre, mikor, hogy minden jegyzőkönyvet elolvasok, az tény. Versenyekre már nem megyek el, arra már nincsen időm, de az elért eredményeikkel, illetve Magyarország eredményeivel, a nemzetközivel is mindennel tisztában vagyok. Mindenkinek a jegyzőkönyvét megnézem, ahol voltak a világkupa sorozatok és közvetítette valami, akkor azt mindenképpen megnézem, fölveszem, többször is megnézem, tehát azzal tisztában vagyok, de már napi edzést nem tudnék vállalni, nem is szeretnék.
azt kérdeztem, hogy mivel telnek a napjaid, és akkor hozzáteszem, hogy mit kívánsz magadnak a következő évekre, vagy akár évtizedekre? Én szeretnénk jó híreket hallani a magyar sportról, természetesen ugye nyakunkon az olimpia nem sokára, szeretnénk, hogyha megint dübörögnének az érmek, amiket elérnek a sportolóink, ugyanúgy hát elsősorban úszásból, ami közelebb van. Isten igazából rengeteg kerékpározással, tört ki fényképezéssel, sokat sétálunk feleségemmel, utazgatunk úgy Magyarországon, mint külföldre, és minél tovább ilyen csendesen érnek élni, egészségben. Úgy legyen, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én köszönöm. A Magyar Diásporti Díjjal ismerték el Kovács Tibornak a Krúdi Gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőjének munkáját. Erről július elején adtunk hírt. Nagyon sok szép emlékem maradt, és kezdve azzal, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a kitüntetést. Úgy gondolom, hogy megdolgoztam ezért, és az a nagyon sok munka, amit ebbe beletettem, és tettünk itt a kollégákkal, és elsősorban a diákokkal, az most elismerésre került. Hát több mint 4 évtized, szinte nem is hiszi el az ember. 1982-ben kezdtem a pályafutást. Az akkori példaképek mellett, akik elindítottak az úton, Tatos István tanár úr, illetve Kovács Györgyné Kati néni, akik mellett öröm és megtiszteltetés volt dolgozni, és onnantól kezdve az évek során nagyon-nagyon sok élményben volt részem, és talán azt mondhatom, hogy az eredmények is hűen tükrözik. Minden eredmény gondolom egyformán kedves, de azért emelj ki néhányat, amelyek a legjobban megmaradtak az emlékezetedben. Még a 80-as években, amikor, hogy említettem, Tatos tanárról, amíg közösen is volt szerencsém dolgozni, és utána átvettem a stafétabotot, akkor még országos 4-es döntők voltak, ahol az ország legjobb 4 csapata jutott be. Talán azok voltak a legemlékezetesebbek a pályám kezdetén, de folyamatosan, ahogy haladtunk előre, azért majdnem minden évre jutott egy országos döntő. Kicsit szívfájdalom most, hogy az utóbbi években, elsősorban a Covid óta a mostani 5. és 6. korcsoportot összevonták, ami a 9. és 12. évfolyamot jelenti, most már egyben versenyeznek, nekünk még a régi időszakban megbontva voltak ezek a versenyek, és akkor sokkal jobban lehetett motiválni és versenyeztetni a gyerekeket, az alsóbb éveseket is külön, illetve a felsőbb éveseket is. Tehát a 80-as években ez a korosztály, a 90-es években is szintén eljutottunk nagyon sok országos döntőbe, és most neveket hagy ne említsek, ha megoldható, mert nekem minden diák, és ezek nem csak ilyen szólamok, egyformán kedves az életembe. Természetesen voltak olyan diákok, akik kiemelt szerepet kaptak, mert többet játszottak, vagy a csapat húzó emberei voltak, de mivel ez csapatmunka, ez csapatként funkcionált. És akkor a 2000-es és 2010-es években, ahol igazából a csúcsra értünk, mert a diákoktól is kapott pólók és tablók is mutatják azt, hogy a minden évben, ahol voltunk országos döntőben, ott nagyon nagy emlékezetes teljesítményt is nyújtottunk, és a diákok részéről is az volt, és talán kicsit hosszabb bevezető után rátérve arra megkoronázásra, hogy az addigi eredmények alapján a Magyar Diáksport Szövetség felkérte iskolánkat, hogy a Magyarországot képviseljük a világbajnokságon, ami Franciaországban volt. Én úgy gondolom, ez volt a legnagyobb teljesítményünk, és ott abban a millióban és abban a részben és magyar válogatott mezben virítani, én azt gondolom, minden testnevelőnek és minden tanárnak, edzőnek a csúcspontja lehet. Én azt gondolom, nekünk is ez volt. Ha valaki nem tudná, mert ugye nem említettük, kosárlabda sportágról van szó, ami legközelebb áll a szívedhez, de gondolom más sportágokban is képviseltétek az iskolát. Igen, azért az iskola, a Krúdi Gimnázium nem csak a tanulásról, mert ez az elsődleges, és itt a testnevelés, ez egy segítő dolog abban, hogy a diákok kikapcsolódjanak, és a tanóráknak a leterheltsége mellett tudjanak mozogni, sportolni. Nagyon nagy örömünkre itt olyan diákok tanultak és tanulnak, akik a tanulás mellett
tevékenykednek sportban, és egyrészt hozták magukkal, mert a mai sportban már nagyon sok gyerek sportol versenyszerűen, de emellett a diák olimpiákon az iskola színeiben versenyeznek, viszont vannak olyan diákok is, akik itt kezdtek el sportolni előképzettség nélkül, és így jutottunk a csúcsra. Itt is, hogy említsem, meg ebben az évben jutottunk, talán ebben is a csúcsra, hogy az amatőr kosárlabda diákolimpián is sikerült országos döntőbe jutnunk, ami azt jelenti, akik itt kezdtek el sportolni, a kollégák, vagy esetleg az én kezem alatt, és velük együtt sikerült országos döntőbe jutnunk, de visszatérve azért a számtalan sportágban, az atlétikától kezdve a sakkig nagyon sok diákolimpián vettünk részt, és én azt gondolom az iskola, a Kruti Gyula Gimnázium büszke lehet ezekre az eredményekre. Mennyit változott a gyerekek sporthoz való hozzáállása a 80-as évek elejéhez képest? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat. A világ is változott. Sokkal másabb a gyerekeknek az igényszintje, az elfoglaltsági lehetősége, más szabadidős tevékenységek vannak. De aki igazából szereti a sportot, az még a mai napig is szívből és lélekből csinálja. Kicsit nehezebb a dolgunk, de én azt gondolom, a befektetett munka és a visszajelzések azok meghonorálják és megszépítik ezt a részt. Hogy mondjam el ezzel kapcsolatosan, hogy nagyon sokan csak az eredményekből, hogy hány országos döntő vagy hány bajnoki cím, de ami a legfontosabb szerintem az a diákoknak a visszajelzése és jó érzése, amikor látja a pedagógus azt, hogy mosolyog szívvel, lélekkel, csinál valamit, és az a visszajelzés szerintem a legeslegfontosabb. Ennyi eredmény és ennyi elismerés birtokában milyen tanácsot, útravalót adnál a most kezdő testnevelőknek? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy legyen emberség, és talán a sport mellett, amit a diák sportban kell végezni, a legfontosabb a pedagógiai része. Hogyan tudja megszólítani a gyereket, hogyan tudja megnyerni annak a sportágnak, hogyan tudja versenyeztetni azzal a sportágban jellegzetes feladatokkal. A pedagógia, pedagógia, pedagógia. Legyen türelem, legyen kitartás, és talán mondhatom azt, hogy az utóbbi években egy kicsit a specializálódás megszűnt. Talán már az utóbbi egy-két évben ismét a diákolimpia Covid miatt is fellendülésben van, ebben bízunk, hogy ez folytatódik. Én csak sikeres és kitartó munkát szeretnék, és kívánok minden kollégának, leendő kollégának. És végezetül, hogy mondjam el, hogy nagyon nagy köszönettel tartozom azoknak a volt kollégáknak, itt már Tatos Pista bácsit, Kovács Katinénit említettem, a jelenlegi kollégáknak, nem utolsó sorban a családomnak és a tantestületnek azért a segítségért, amit alapján én ezt a több mint 42 évet eltöltettem egy ilyen nagyon jó közegben, és ne vegyétek tolakodásnak vagy olyan mondatoknak, de a hosszú pályafutásom alatt akár a diák sportban, akár az egyesületi sportban a sajtónak a segítségét, ami alapján segítették, bemutatták, és nem is az én személyemnek szólt, hanem a csapatainknak, a játékosainknak. Ez, és nagyon nagy köszönet a sajtónak is, hogy segítették, és propagálták ezt a mi munkánkat, mondhatom így. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!